Cseh Gábor vagyok, és a Rómeó és Júliában Párizs szerepét játszom. Színjátszással egyébként nagyon korán kezdtem el foglalkozni. Általános iskola második osztályban volt egy prózamondó verseny, és ott indultam először. Aztán negyedik osztályban alakult egy színjátszó csoport az általános iskolámban, és hát velük aztán jártunk mindenféle ilyen Vörös Sándor gyermek színjátszó fesztivál és hasonlókra. Gimnáziumomban, az Eötvös József gimnáziumban is tagja lettem a színjátszó csoportnak is, illetve a kórusnak is, és hát tulajdonképpen ez így szépen fejlődött, és hát a mai napra jutott el odáig, hogy a Spirita társulattal megcsináltuk a Rómeó és Júliát. Egyébként korábban több Shakespeare darabban is szerepeltem már, úgyhogy ez nekem mindig külön élmény Shakespeare darabot csinálni. Egyébként én fizikus vagyok, most már végzett, éppen a doktori iskolát csinálom, úgyhogy mindig ilyen kettős életet éltem, ha lehet így fogalmazni, hogy egyfelől a színjátszás, másfelől pedig a természettudományos részen, főleg fizikával foglalkozom, hát ugye most már szakmai szinten. A Rómeó és Júliának ugye gyakorlatilag két verziója létezik már. Az egyik az, amit itt az Eötvös József gimnáziumban adtunk elő tavaly, a másik pedig, amit most a Bethlen Színházban vezetünk föl, ami jelenleg is fut, ugye, ami két előadásunk lesz. Hát persze nagyon jó itt is játszani, de egy egészen más élmény egy színházban, mint ugye a Bethlen Színház is, ahol egy profi közegről beszélünk. Mind a kettő jó, tehát hogy itt nem akarok pozitív-negatív különbséget vonni, én mind a kettőt nagyon szeretem, viszont egészen más hangulat, sokkal komolyabb a színházi lét. Jó, hogy idegenektől is kapunk visszajelzéseket, akár pozitív, akár negatív, tehát az építőjellegű kritikát is én szeretem, hogyha abból tovább tudok építkezni. Párizs karaktere ebben a feldolgozásban nagyon egyedi. Ez a Párizs, ez színes. Most az egy más kérdés, hogy milyen színekkel, és hogy mi volt nehéz benne. Hát eleve a karakter jellegek olyanok, hogy én általában úgy szoktam építkezni egy-egy darabhoz, hogy a karakterhez megpróbálom megkeresni magamban azokat a tulajdonságokat, amik valamennyire is arra a karakterre hasonlítanak, és akkor egy kicsit a súlyok átrendezésével próbálom a karaktert kialakítani, meg hát persze egyéb külső tapasztalatok alapján is. Na most hát itt ez nem ment. Tehát itt a Párizshoz csak külső dolgokból tudtam építkezni. Nem nagyon volt olyan jellemvonás, amit meg tudtam volna fogni, hogy na ez olyan párizsos. Fontos volt a külső visszajelzés, hogy ez mennyire undorító, mennyire nyálkás, mennyire beteges. Úgyhogy ez a társulat tagjaitól is így menet közben jött, meg aztán később ugye a nézőktől is. És ez sokat segített, mert belülről nehéz volt kormányozni, hogy most akkor mi az, ami sok, vagy mi az, ami kevés. Úgyhogy de azt gondolom, hogy végére összeállt, összefőtt a Párizs karakter. Magának a darabnak az üzenete érdekes. Ugye középiskolában gondolom mindenki olvasta, én is ott olvastam először. És amennyire én emlékszem, akkor az volt bennem, hogy fú, hát tényleg ez az igaz szerelem. És a bal sors, hogy tulajdonképpen ők nem is tehetnek róla, és mégis milyen szörnyű sors jut nekik. Hát most ugye újraolvastam, most már lassan két éve, amikor elkezdtük csinálni a darabot, és akkor az volt benne, hogy úristen, ezek de hülyék. És most itt nem arról van szó, hogy akkor hiszünk az első látásra szerelemben, meg ilyesmi, mert én azt gondolom, hogy persze ez simán belefér. Azért az eredetiben is ez szerintem hangsúlyosan ott van, de ebben a mi feldolgozásunkban meg pláne, hogy ez egy, és ez el is hangzik szó szerint, hogy ez egy őrült világ. És azt gondolom, hogy ez egy erős görbetükör a mai társadalomra is. Azt gondolom, hogy nagyon sok ponton reflektál a mai világ mai problémáira is, és azt gondolom, hogy ez egy színdarabnál fontos.